A Vajdasági Magyar Szövetség listáján szereplő 250 név között régi és új arcok is szerepelnek, Vajdaság szinte minden térségéből. Legtöbbükkel eddig is találkozhattunk a politikában. A lista vezető dr. Pásztor Bálint, aki több mandátumban is a párt frakció vezetője volt. Dr. Pásztor Bálint a politikai szintéren évek óta jelen van, de emellett egyetemi rendkívüli tanár. A politikusta a pártelnök Pásztor István halála után választották meg a párt megbízott elnökévé. Ez azt jelenti, hogy ő vezényli le a választásokat és az azt megelőző kampányidőszakot is. A lista második helyén Kovács Elvira szerepel, okleveles közgazdász, a szerb parlament egyik alelnöke és a VMS parlamenti frakcióvezető helyettese volt, továbbá a VMS alelnöke is egyben. Ő alapította meg a VMS női fórumát is, amelynek egyik fő célja a vajdasági magyar nők érdekérvényesítése. Kovács Elvira továbbá a szerb köztársasági parlament európai integrációs bizottságának elnöke is. Báígy Boris neve a harmadik a VMS köztársasági parlamenti listáján, végzettségét tekintve mesterfokozatú okleveles jogász. Rendelkezik igazságügyi vizsgával, állami szakvizsgával, valamint a felügyelői vizsgát is elvégezte. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkárságon dolgozik az elmúlt években részt vett több tartományi projektben, amelyeknek a multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése voltak a fő témái, tagja a magyar nemzeti tanács nyelvhasználati bizottságának. Tóbiás József a negyedik helyet tölti be a listán, a VMS tanácsának alelnöke. 2008 és 2016 között két mandátumban volt tartományi képviselő, ugyanakkor ebben az időszakban képviselő testületének tanácsnoka is volt. 2020-tól pedig a községi képviselőtestület elnöke. Emellett már két évtizede a nagymóltal rendelkező adai kézilabdaklub vezetője. Az ötödik helyen áll dr. Úri Emese orvos, aki újvidéken végezte az egyetemet. 2013-tól a Zombori Egészségház igazgatója, 2020. augusztusától a VMS köztársasági parlamenti képviselője volt. Célja, hogy munkájával a vajdasági egészségügyi alapellátást erősítse. A 250 nép között természetesen olyan nevek is szerepelnek, mint Ökrész Rozália vagy Újhelyi Ákos, akik eddig is részt vállaltak a VMS parlamenti munkájában. Dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a lista kihirdetésével kapcsolatban a szimpatizánsok támogatását kérte a voksoláson. Ha önnek is fontos a vajdasági magyar közösség érdekeinek magas szintű érvényre juttatása és gyermekeink szülőföldön boldogulása, kérem tiszteljen meg bennünket bizalmával és karikázza a 6 december 17-én, írta a VMS köztársasági lista vezetője.